Sókeszt. Műsorok szívvel, lélekkel. Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okos otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Üdvözöllek, kedves hallgató, itt az Okos Otthon Klubban. A mai alkalommal Fabó Gergőt lecseréltem másik két szimpatikus kollégára, méghozzá a szegedi Exit Game mestereire, játékmestereire, akik szabaduló szobákat csinálnak, és volt egy közös projektünk, ami mellett még számos okos projektjük van itt a szabaduló szobában, és erről fogunk beszélgetni, hogy mik voltak a tapasztalatok, mik voltak a kihívások, hogyan valósítottuk meg, miben volt ez más, illetve milyen hasonló megoldásokat alkalmaztok úgy egyébként, amire eddig nem tudtátok, hogy ez ilyen okos otthon technológia, de mégis az. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Köszönjük szépen a meghívást! Hát igazán örülök, hogy itt vagytok. Arról meséltek nekem, hogy egyáltalán hogy alakult ki bennetek, hogy, hogy szabadulszobákkal akartok foglalkozni. Hú, ez egy igazán jó kérdés. Viszonylag kacifántos az út mind a kettőnk esetén, ahogy ide-képbe kerültünk az exittel. Lehet, hogy kronológiailag haladnánk, és uh -huh. akkor Ati kezdeni a dolgot. Oksi, hát alapvetően. Igen, kérdés, hogy hogyan. Hát volt egy kósza gondolatunk még 2015-ben, hogy hát, ha már ezek ilyen jó bulik lesznek, akkor csináljunk mi is egy saját szabaduló szobát. Ez még nem az Exit Game volt annó, egy hát, zárószint névre hallgatott ez a szabadulószoba, ami aztán 16 márciusában meg is nyílt, és igazából kapcsolatba kerültem a helyi szabadulószobákkal, és mint kiderült, a parapar tulajdonosa, tulajdonosa az Exit Game-nek is akkor már, így végül is mondhatom, hogy barátok lettünk, és történt egy olyan esemény az Exit életében, hogy hát sajnos el akarták bontani a házat a feje fölül, és igazából válaszúthoz érkeztünk, hogy akkor végül is mi legyen az Exittel, most ez ennek itt vége legyen, és akkor maradjon parapark, illetve zárószint, vagy fogjunk össze, és mentsük meg egy új helyre ezt az Exit game-et. És hát végül is az utóbbit választottuk, így... Talán 17 elején nyílt meg a tiszolos körúton. Nekem igazából ennyi a sztorim az exit game -be bekerüléssel kapcsolatban. Aztán innen <laughs> sok minden történt. Igen, hát én 2018 környékén kerültem kapcsolatba a srácokkal, akkor volt egy startup ötletünk, ami még nagyon elejé kezdeti fázisban volt és annak a kapcsán kerestük fel a szegedi szabaduló illetve több pestit, meg külföldit is. És az egész, végül magából a, a startup projektből nem lett semmi, viszont egész jó először a munkakapcsolat, majd barátság alakult ki az exites srácokkal, és ez vezetett végül oda, hogy 19 nyarán beszálltam én is így a szabaduló búliba. Aztán az, hogy miért vagy hogy, egyrészt egy borzasztó kreatív terület, ami mindig új kihívásokat rejt magában, egyrészt, ez, ez egy vonzó dolog azért benne. Nagyon jól látni a csapatokat, mondjuk, akik játék után, ugye csillogó szemmel szabadulnak ki, és azért az egy jó, jó érzés látni azt, hogy ha alkot valamit az ember, akkor ott van a visszajelzés a pozitív visszajelzés, illetve ha pedig olyan dolog, akkor mindig van lehetőség tér arra, hogy, hogy fejlődjünk. És talán ez ez egy nagyon erős dráj volt, hogy lehessen látni azt, hogy amit épít az ember, utána az tényleg kézzel fogható élményé válik mások számára. Nagyon sokat gondolkodtam annó, amikor, hát még a pa első paraparkos élmények út, hogy hogyan is Működnek ezek oldolgok, rengeteg esetben ugye kifejezetten analóg megoldások vannak, de egyre többször látjuk, hogy valamilyen digitalizáció, hívjuk így, ha már elektromos árammal dolgozunk, tehát valami elektromos áramú kütyük előkerülnek erről arról, és mindig örömmel figyeltem meg egyébként, amikor valami olyan technológia kerül elő, ami számomra kedves. Én emlékszem, volt egyik játék, nem nevezek meg egy, sem pályát, sem pedig céget, hogy ne lőjem el a poén, de hát például az ilyen megoldások, amikor kopogtatunk egy mintát, és aztán történik valami, vagy teljesen következetetlen dolgok történnek, mondjuk egyes ajtónyitásokra, vagy hasonlók. Ez valóban segíti a kreativitást, de egy új feladat elé is állítja valóban a, nem csak a játékmestereket, hanem a pályakészítőket is, mert hogy az analóg dolgok is el tudnak romlani, de az elektromosak talán még gyakrabban, hogyha, hogyha, nem megfelelően vannak kivitelezve. Nektek mi a tapasztalatok ez, ezzel kapcsolatban? Hogyan próbáltatok megharcolni ezekkel a dolgokkal? Keményen, és ugye ez nyilván egy olyan harc, ami azért nem mér véget, hanem folyamatos. Viszont az kétségtelen, hogy ugye amikor elindultak ezek a szabaduló szobák az elején, akkor még pincéből padlásból összeszedett bútorok, berendezések, tipikusan kódok, lakatok, kulcsok voltak a főszerepben, és ahogy haladtak előre, haladtunk előre az időben, azért evolválódtak előre, itt jelentek meg, ugye ez a különböző digitális megoldások, ugye egyesek szerint generációk, lehet meghatározni a szabaduló szobák uh -huh. típusát tekintve, amik végül is a fejlődését mutatják a digitalizáció irányába. Na most nyilván vannak analóg megoldásoknál is problémák, és a digitális megoldásoknál is problémák, ami szerintem igazán fontos az az, hogy megismerje az ember azokat az eszközöket, azokat a módszereket, azt a technológiát, amit egy adott feladat kivitelezése során használ, és minél több tapasztalata lesz egy adott területen, annál nagyobb eséllyel tudja már kiküszöbölni a problémákat, vagy tudja úgy tervezni magát a feladatot, az egésznek a kialakítását, hogy minél kisebb eséllyel következzen be probléma, ami úgyis mindig be fog következni, tehát ez elkerülhetetlen, viszont arra azért lehet számítani, hogy milyen jellegű, Probléma fog bekövetkezni, illetve le lehet szűkíteni ezeknek a lehetőségeit. Ez mind-mind tapasztalat. Én úgy gondolom, legalábbis amit mi mondjuk bejártunk otott, ott, ott ez nagyon erős volt, hogy próbálkozni kell, nyitni új irányokba, és minden egyes történésből tanulni, és utána haladni tovább. Amikor a, az okos otthonokról beszéltünk, és elmentünk a szabadulószobák irányába, és elkezdtük közösen felépíteni. Ugye nem titok, hogy a Smart Home Expo-ra kezdtünk el közösen egy szabadulószobát összehozni, és ez is több lépcsőfokon keresztül ment, amiről majd beszélni is fogunk mindjárt. De azt láttam, hogy nagyjából ez az egész onnantól kezdve, hogy leültünk odáig, hogy, hogy emberek járkáltak benne. tök ugyanazt a metódust vitte végig, és ugyanazokat a lépéseket, mint egy okos otthon telepítés. Ugyanazokat, a, ahogy mondtad, hibadetektálások hibaelhárításokat, igényfelméréseket, módosításokat kellett belerakni itt is nagyjából, mint amit egyébként okos otthon telepítésnél is, akár egy telepítő cég is végigviszi, és ez azért volt érdekes egyébként, mert olyan eszközöket próbáltunk felfűzni, és olyan eszközöket próbáltunk találni okos otthon tematikában a, a szobába, ami nem feltétlenül látszik kívülről, de az ugyanazt az élményt próbáltuk visszaadni ezekkel, amiket a hétköznapi okos otthonokban próbált megtalálni az ember. Beszéljünk már akkor erről egy kicsit, hogy amikor megkerestünk benneteket ezzel az okos szabadulószobás történettel, akkor mennyire ver benneteket le a víz. <laughs> Alapvetően, hát ezt két részre bontanám ezt a dolgot. Egyrészt borzasztóan örültünk, és megtisztelő volt számunkra, hogy, hogy, minket kerestetek meg, hogy megtaláltatok ezzel a kérdéssel, amit a mai napig köszönünk, és hálásak vagyunk értem, mert nagyon sokat tanultunk belőle, de erről majd beszélünk úgy is később. Szóval egyrészt volt bennünk egy borzasztó izgatottság, mert egy új dolog, egy új terület, ahol ki tudjuk próbálni magunkat, és egy új kihívásról van szó. Ami miatt kivert esetleg a víz minket az az, hogy már nagyon régóta folyamatban van a negyedik pályánk, a negyedik szobánknak az építése, és belé sok minden történt azért az elmúlt három évben, és mindig volt valami, ami kicsit megakasztotta a folyamatot. Ezért volt talán kezdetben egy picit ilyen keserédes ez a dolog, de azért leültünk Attival, átbeszéltük ezt a dolgot, és egyértelmű volt, hogy ez egy olyan lehetőség, amit, amit nem szabad kihagyni, meg elszalasztani, mert minden szempontból borzasztó tanulságos lesz, és egy jó munka. Abszolút én is ezt éreztem, és én emlékszem az első beszélgetésünkre, ami nálam nagyjából ilyen mély nyomokat is hagyott, mert hogy én egyébként jártam nálatok korábban szabadulni, nem véletlenül kerestünk meg benneteket, és az a magabiztosság, tehát hogy nem, tényleg nem, nem, éreztem azt, hogy, hogy most megijedtetek a feladattól, mert Tényleg, ahogy beszéltük, nagyjából ugyanazt kell csinálni egyébként, tényleg okos otthon terén is, és tapasztalatotok már rengeteg van a, az, hogy hogyan lehet ezt élményét tenni. Elvileg az okos otthon is erről szólna, hogy valamilyen szinten élményét tegyük a történetet. Bár az utóbbi időkben ugye az energiamérés felé mentünk el egy kicsit, de hogy egy okos otthonnak azért nagyban a komfort és a kényelem és a menelakok a kiszolgálása lenne a, a célja. Na de Térjünk vissza erre a, a szabaduló szobára úgy, hogy próbálunk nem előni minden e, poént, mert azért bizon benne, hogy a hallgatók egy része már kipróbálta, a másik része pedig ki fogja próbálni, remélhetőleg. Szóval a terv ugye az volt, hogy, hogy egy olyan okos otthon szabaduló szobát hozzunk létre, amit lehet mozgatni. Ugye ez nem egy fix, egy helyen lévő dolog, mert a kiállításra visszük bárhova, akkor ezt már el kell mozdítani. Alapból ez egy nagyon nagy kihívás, mert az egy dolog, hogy az ember beszeli a farba a dolgokat, de mi van, hogyha ez mozog? Tipikusan szállítani kell, felborul, elborul, összedől. Uh, ahogy ismerjük a számítástechnikát, hogy egyik helyen elcsomagolunk egy számítógépet, a másik oldalon biztos, hogy nem fog működni. Tök mindegy, hogy ugyanúgy összerakjuk. Miben volt ez nektek más tervezés szinten, ilyen szinten? Ismeretlen eszközök, rengeteg ismeretlen eszköz, ugye bár, bár alapvetően a működésük nagyban hasonlít arra, mint ugye, amit mi a hotelben, az új szobánkban próbálunk létrehozni, illetve hát már nagyjából létre is hoztunk. Csak akkor még valahogy nem jutott eszünkbe az, hogy létezik okos otthon is. És mi lefejlesztettük a saját okos otthonunkat a szobában tulajdonképpen. Így számomra nem... Ugye én a szoftver oldalról kevésbé, inkább az összeépítés, a megvalósítás, fizikai megvalósítás oldalról szoktam ezt, vagy veszek részt a feladatban. És abban a szempontból igazából nem volt túl nagy különbség, hogy ez most egy másik cég előre legyártott okos otthon terméke. Itt mondjuk kiemelném az igvét, t Zigbee szabványjal működött cuccokat, mert azok meglepően jók a tapasztalatunk alapján. Igen, és itt rögtön rá is térnék arra, hogy bár a Smart Home Expo-ra készítettétek a az egész szabaduló történetet, ami végül is egy nem egy szabaduló szoba volt, hanem mondjuk úgy, hogy egy ilyen élmény -sátor. <gül> <gül> <élmény> -sátor, <laughs> élmény sátor. de már megjelentünk vele a konstrumán is, és pont azokkal a problémákkal szembesültünk ott is rögtön, amit egyébként mondjuk egy társasházi környezetben látunk, rengeteg wifi, mozgó wifi hotspotok -ok az embereknél, ha, Bluetooth, stb. És látjuk, hogy azok a technológiák, amik ugye 2,4 GHz-en működnek, különösen egyébként a wifi s technológiák képesek megpurcanni, hogyha ott, ott, valami hirtelen változás történik a környezetbe. És érdekes módon a Zigbee is ugye 2,4 GHz-en működik, mégis a technikai optimalizáció miatt lényegesen jobb volt a megoldás, de elmondhatjuk azért, hogy, hogy ahol lehetett, ott vezetékeltetek. Tehát ez csak azért is érdekes, mert ugye mindig felmerül a, a vezeték nélküli és vezetékes megoldások közötti lehetőség, mikor jó, mikor, nem jó, mikor alkalmazható a vezeték nélküli, mikor nem. És ha még egy nyomógomb esetében, hát már megnyomjuk még egyszer, de mondjuk, hogyha egy csapot kellene elzárnunk, hogy egy fő elzáró csapot vagy hasonlót, azért nem mindegy ez a dolog. Igen, így van, hogy itt azért nálunk nem csak az a szempont, hogy mennyire praktikus mondjuk egy vezeték nélküli vagy egy vezetékes megoldás, mert mindenféleképpen stabilnak kell lenni a rendszernek, és azonnal. Működőképesnek vagy responszívnak borzasztó módon. Ugye ebben a kitelepülős szabaduló szobában 20 perc maga a játékidő, vannak azért bőven benne feladatok, nem engedhetjük meg azt, hogy valami ne prompt működjön. Míg mondjuk otthon, ha éppen most kapcsolom a kapcsolóval a lámpát vagy bármit, mondjuk ez rossz példa, de mondjuk egy olyan eszközt, ami úgy kommunikál, hogy hopp, most éppen nem kommunikál, jó, semmi gond, várok egy 5-6-8 másodpercet, vagy egy fél percet, Ezeket vagy újraindítom, vagy még egyszer megnyomom, az ott ugye belefér. És ott talán, de ezt te jobban tudod, ott azért praktikai megfontolások is lehetnek, sőt talán azok az elsődlegesek, hogy mikor alkalmazunk wifi vagy vezetékes megoldást. Nálunk ez nem nagyon játszik, mert stabilnak kell lennie, ergo Valahogy mindenféleképpen be kell vezetékelni, még akkor is, hogyha az nem feltétlenül egy praktikus megoldás. Mert ott, hogyha 5-10 másodpercen belül nem történik meg az a reakció vagy a válasz a rendszer részéről irányából a felhasználó számára, akkor ugye elbizonytalanodhat, és ott már elcsúszhat. Igen, elcsúszhat a játékén, mi most ez jó, most ez akkor történt, amikor én ezt csináltam, tehát itt itt nagyon, nagyon fontos olyan rövid reakcióidő. Nem titok, ugye, hogy szoftverként az elejétől kezdve úgy gondolkodtunk, hogy valami olyan szoftver legyen, amelyik leginkább jól paraméterezhető. És a végén ugye a Home Assistant mellett kötöttünk ki, ennek az oka többek között az volt, hogy ha már okos otthonos irányból megyünk és próbáltunk egy viszonylag márka független felületet összehozni, illetve egy olyan felületet, amiben több márkának a termékeit is, ha kell, bele lehessen integrálni. Ezért erre a felületre indultunk el, és itt is volt egy egy-két lépéses tanuló folyamat, például azt, hogy ha Megnézzük a játékmenetnek, a linearitását, most itt viszonylag lineáris 20 perc alatt nem nagyon lehetett jobbra balra side questeket meg hasonlókat csinálni, de a linearitásának a a meglétére, illetve a, a, játék közben, hogy melyik, melyik játékos hogyan viselkedik, és hogyan lehet közbefinomítani ugye ezeket a, a, lépéseket akár ott a helyszínen is rögtön a következő játékig, azt nagyon jól megmutatta a felület. Hát nem, amikor először találkoztál vele, magával a homoszisztantos felülettel, akkor mert hogy sok segítséget azért nem kaptál, nyilván az internet előtted volt, de nagyjából megvolt a feladat, hogy akkor ezt ezzel legyél szíves megvalósítani. Hogy álltál neki? Reményekkel teli, és, és érdeklődve, és a remény végül is a végére sem veszett el. Maga a felület egyébként egy átlag felhasználó számára szerintem praktikus, és jól átgondolt, és nagyon jól végig vannak vezetve azok a lépések, amiket mondjuk egy automatizáció során nekem létre kell hoznom, akkor van egy trigger, tudok feltételeket adni, mi legyen akkor a, az action, vagy a történés a végén. Ez egy tök jól fölépített rendszer szerintem, és logikusan segíti is a felhasználót. Ugye rengeteg addon van, amit már említettél, hogy különböző márkájú eszközökkel, különböző típusú eszközökkel nagyon könnyen lehet integrálni, ami egy borzasztó nagy segítség, Úgyhogy alapvetően nem érzem annyira rázósnak. Az az elején volt néhány dolog, amikor mondjuk egy-két kommunikációs adont be kellett lőni ott az IGBI kommunikáció esetén az MQT-t, de nyilván ott elsősorban abból adódtak a, a nehézségek, hogy nem rendelkeztem ezekkel az ismeretekkel, meg a rálátással. Most már nyilván sokkal könnyebben megy, ott azért kaptunk némi segítséget tőletek. Amit látok és tapasztalok, az az, ha már itt a különböző szabadulószobás feladatoknak a, a megvalósítását tekintjük, az az, hogy egy bizonyos pontig nagyon jól és könnyedén alkalmazható, viszont vannak olyan szélsőséges esetek, olyan speciális feladatok, amikor egy nagyon jól definiált exakt működésre van szükség, ami nem feltétlen olyan triviális eszközöket vagy folyamatokat használ, mint amit egyébként az okos otthonunkban mi használnánk. És ezek voltak azok az esetek, amikor egy kicsit jobban mögé kellett nézni mondjuk annak a felhasználói felületnek, kicsit jobban kódolni kellett, hogy úgy mondjam, viszont erre is ad lehetőséget maga a Home Assistant, és a teljes ökoszisztéma is, mondjuk az ESP homot, ha vesszük például, ott azért az nagyon nagy segítség, hogy nem kell libekkel, különböző libek behúzásával szütyögni, hanem mégis van lehetőséged ugye saját logikát írni a, azokban a YAML fájlokban, amivel, amivel bildelet, vagy amit, amit Dipló jól az adott ESP-re. Attila, a játék folyamán szervomotoroktól kezdve, mágnes kapcsolókon keresztül uh -huh. rengeteg minden kis szivattyúval, mindenfélevel <laughs> kellett együtt, együttműködni. És tudom, hogy voltak kihívások hardware oldalon is, ami egyébként megint csak nagyjából pár párhuzamot az okos otthon telepítés esetében, hogy az ember elképzel valamit, és aztán utána menet közben látja, hogy az, az olyan szinten úgy működik-e rendesen, ahogy kell, vagy pedig hozzá kell nyúlni. Neked mi volt a, a tapasztalatod a, a kifejezetten a, a céleszközökkel, tehát most itt a, nem az okos eszközökre gondolok, hanem azokra a Arduino, ESP, stb. megoldások amikkel ezekkel összehangoltad, hogy a legtöbb esetben ugye úgy, úgy, dolgozunk, vagy úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen kis csoportokat vezérlő valami lenne normál esetben egy, egy okos otthon központ, tehát hogy nem maga a központ látná el az összes uh -huh. feladatot. Hogyan próbáltatok összehangolni a, azt, hogy a, a kvázi a hardverben lévő dolgok dolgoztak magukba, és azok csak visszajelzést adtak, vagy kvázi egy, egy, jelzést vártak, hogy történjen valami, és, és mi került bele a szoftveresen dologba? Nagyon változó. Van ilyen is, hogy, hogy igazából tényleg leválasztottuk egy arduino és akkor azon, ha megtörténtek a dolgok, akkor ő csak jelzett egy mondjuk ESP-nek, vagy bárminek, és ő meg ugye a Home hogy wireless maradjunk, de alapvetően nem is tudom most így hirtelen példát mondani arra, hogy melyik volt az, ami, hát e, e, nem tudom, alapvetően ugye a programozáshoz nem igazán konyítok, <laughs> és hogy milyen szoftver hol futott, az fogalmam nincs, de ugye az esp azok, amik legtöbbször használatosak ebben a játékban is, sőt, szinte mindig. Arduino-t lehet, hogy nem is használtunk ebben konkrétan. Használtunk egyet, mindegy, már nem tudom. Nem is gondolom, mm. hogy melyik a no jobb, csak hogy látod? Tehát én én azt, azt tapasztaltam, és azt láttam, hogy például olyan helyeken, ahol, ahol például nagyon fontos volt az időzítés, uh -huh. ott minden esetben jobb volt, hogy a helyszínen lévő eszközök hozták meg rögtön a döntés, uh -huh. és nem kellett várni most arra, hogy most átmegy a kommunikációs protokollon a dolog, vagy sem. Igazából ugye az sem, ha már be volt kábelezve, uh -huh. az sem volt sok idő. Tehát ott az elején nyilván még azért azért is problémás volt, mert minden wireless lesz és hát ugye összeakadtak a dolgok, vagy hát éppen szét, de annyira sok időt nem vesz igénybe szerintem az, hogy most elkerüljük. kell hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket nyugodtan, hogyha, hogyha úgy van megölve, akkor akkor vázi központi vezérléssel Igen, tudunk simán, 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 persze. Az első tesztelésig, amikor eljutottunk, mert volt, -e, volt számos olyan, olyan fázis ennek a... Így nagyon nehéz így beszélni róla, hogy ne, megpróbálok nem lelőni semmi, semmit sem a játékból. Szóval az első tesztelési fázisig, amíg eljutottunk, tudom, hogy, hogy igen, megizzadtatok vele, mert elég szoros volt a határidő, pláne így, hogy tényleg a hotelt is csináljátok mellette, és a hotelről mindenképpen kiszeretnék szeretnék térni itt a beszélgetésünkbe, mert, mert az én fantáziámat már nagyon uh, birizgálja egy ideje. Milyen <laughs> hogy milyen készültségi fázisra szeretnétek volna leeljutni, eljutni, nagyjából itt a, akár szoftveres, akár hardveres irányba, amikor azt mondtátok, hogy, hogy most akkor teszteljünk egyet, tehát hogy, hogy mennyire állt össze a, a, környezet. Ami a tesztelésnél azért borzasztóan fontos, és a tesztelésnek a lényege, az egyrészt az, hogy lássuk azt, hogy a kitalált játék dinamika, az a gyakorlatban tényleg úgy működik, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy terveznénk. Um, vannak, hát mondhatni mondjuk sablonok, ahogy tipikusan föl a szabaduló szobákat, vagy a célszerű felépíteni játék dinamika szempontjából. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk az első néhány feladat egy bevezető-rávezető feladat, egy könnyed-könnyen megoldható jópofa feladat, utána egyre nehezebb-nehezebb feladatok következnek, van egy csúcspont ugye, ahol a legkomplexebb, de talán a leglátványosabb feladat is helyet kap, és akkor utána a játék végén már egy-két levezető feladat van, hogy meglegyen azért egy teljes ív, és a, a végén már a könnyed feladatok megoldása után következzen a szabadulás, vagy éppen ugye a játéknak a befejezése. Ez nagyon fontos a tesztek során, hogy lássuk, ami azt jelenti, hogy minden olyan feladat, eszköz, berendezés, rendelkezésre kell, hogy álljon a tesztelés során, ami, ami alá dolgozik ennek a dinamikának tehát lehet, hogy mondjuk még egy adott bútornak, vagy egy elemnek a festése nem a végleges, vagy nem a végleges a design, lehet, hogy még nem teljesen mobilizálható az egész berendezés, nem vagyunk felkészülve mondjuk a szállítás a nehézségekre, de maga a játék az már azt az élményt adja flow szempontjából a teszt csapat számára, mint a végleges játék. Ez igazából ami borzasztó fontos. A másik pedig az az, hogy lehetőség szerint már azokat a technológiai megoldásokat használjuk, azokat a konkrét eszközöket a tesztelés során, amik majd az éles játék során is helyet kapnak, hiszen így tudjuk kideríteni azt, hogy mondjuk működik-e a kommunikáció megfelelő módon, megfelelő -e a responszivitás, illetve számíthatunk-e valamilyen anomáliára akár a játékos által indukált anomáliára, vagy akár az eszközök közötti kommunikációval adódó anomáliára. Nyilván itt azért csak közelítünk a végleges játék környezethez. Erre például nagyon jó példa az Expo, a Konstruma, ahol ugye végtelen mennyiségű wifi hálózat volt mindenfele, és arra nem is számítottunk, meg nem is készültünk, hogy ez akkora nehézséget fog okozni, mint amekkorát okozott de azért elég jól fel lehet készülni egy megfelelően kidolgozott teszttervel, mondjuk úgy. Akkor beszéljünk egy kicsit a hotelről, jó? Mert... <gül> <gül> jó, alapvetően nagy vonalakban mi volt a hotel estimmel, mi volt a koncepció, miben szerettek volna újat hozni ezzel a játékkal az eddig képest? Azt már hogy szeretnék egy negyedik pályát, azt viszonylag régóta terveztük. Az már előttem a tiéknál is fölmerült, hogy maga a helyszín, ugye a Tiszalős 65, ahol vagyunk, ott is van még fizikailag egy tér egy negyedik pályának, ami teljesen adja magát, hogy akkor ott legyen egy negyedik pálya. És a kezdeti ötletekből végül is kettő tisztult le. Az egyik volt a hotelpálya, a másik pedig, ezt lehet mondani, mert ha egyszer megcsináljuk, akkor legalább már be van harangozva. A másik pedig a Bomba, a Fantezen évre hallgató pálya, ami egyébként régen még a Moszkvai körúti Igen. exitben volt is egy ilyen, egy ilyen pálya. Tehát a Bomba és a Hotel volt, és amit mindig szem előtt tartunk egy új pálya esetén, hogy valami különlegessége legyen, legyen benne valami olyan dolog, ami a korábbi pályáinkban nem volt jelen, és ami karakterét adja ennek a pályának. A bomba ötlet esetén az volt a, a, koncepció, hogy időre megy ugye értelemszerűen a játék, és ha az idő lejár, felrobban a bomba. Viszont a játékosok bizonyos feladatok megoldásával tudnak hozzáadni az időhöz, hogy mennyi van hátra, illetve tudnak abból levonni is. Így módon azért egy még kiérezettebb játékról van szó, mert egy rossz megoldás ugye időbüntetéssel jár, viszont bizonyos jó megoldások pedig plusz időt hozzáadnak. Értem szerint, hogy a teljes bruttó 60 perc, ugye az megmarad a játék során, csak azért ezzel lehet játszani. A hotel esetén pedig az volt az ötlet, hogy egy olyan szobát találjunk ki, ami a, ami a játék során átrendezi önmagát. Ugye ez sem egy annyira tradicionális felállás. Ha úgy vesszük, és megszavaztattuk a játékosokkal, uh -huh. a csapatokkal. Elmondtuk mind a kettőnek a sztoriát, illetve a koncepciót hozzá és volt lehetőség, akik ugye jöttek hozzánk játszani. Szabadulás után elmondtuk, szavaztak, és egy, hát azt hiszem, hogy 19 nyarán egész végéig, 3-4 hónapon keresztül pörgött a szavazás, és hát végül magasan a hotel volt az, ami elnyerte a megkérdezettek tetszését, és akkor így jött képbe az, hogy jó, akkor legyen a hotel, legyen egy olyan szoba, ami átrendezi önmagát, és akkor nem tudtuk, de ezzel azért megpecsételtük a sorsunkat a következő három évre biztosan, mert azért egy hát elég sok és nagy kihívás elé állított minket, és talán még a mai napig van egy-két kihívás, ami, ami, még, ami még előttünk áll. És mm -hmm. hogy álltok most egyébként a, a hotelemel? Hogy érzitek, tehát, hány százaléknál jártok most a saját igényeitekhez, nem ahhoz képest, hogy most játszható, nem játszható, mert saját igényeitekhez képest, hogy amit szerettetek volna, és ami megvalósult belőle. Napról napra jobban állunk egyébként. <laughs> Ez két különböző kérdés vagy szempont Igen. végül is, mert ha azt mondjuk, hogy az a kérdés, hogy amit eredetileg terveztünk, Igen. vagy szerettünk volna, ahhoz képest, már most azért látjuk, hogy mi fog megvalósulni Aha. belőle, ott. Én úgy gondolom, hogy meg vagyunk, meg lehetünk elégedve, mindjárt elmondja a ti is a gondolatát ezzel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy meg lehetünk elégedve önmagunkkal, meg azzal az úttal, amit bejártunk, mert azért nagyon sok olyan dolog volt ötlet az elején, ami nem feltétlen volt kivitelezhető, uh -huh. vagy nagyon bonyolultan kivitelezhető, vagy, vagy túlzás lett nem, volna borsítan, ah. Igen. játékélmény szempontjából, meg mindenféle szempontból amikor kitalálunk egy, vagy elkezdünk kitalálni egy új pályát, akkor általában jellemző az, hogy mindent bele minden olyan nagy dolgot, amit megálmodtunk az előző éjszaka, és akkor, fú, ez mennyire király lesz, meg mit tudom én, és szerintem azt lehet mondani, hogy ahogy ezek így nem tudom, megosztjuk egymással, és próbáljuk kicsit megvalósíthatóság szempontjából is nézni ezeket a feladatokat, vagy akármiket, akkor úgy változik vele az igényünk is, mert rájövünk, hogy alapvetően, amiket elsőre megálmodunk, azok nem, az szinte mind kuka. Az alapötlet lehet, hogy jó, uh -huh. de azt nagyon-nagyon át kell gyúrni, hogy az, az másnak is tetszenne, csak az építőknek, mert beleestünk szerintem abban a hibába, hogy elég sok olyan dolgot beletettünk már úgy a játékba, hogy, hogy az, az miattunk. Tehát nem a játékosoknak, hanem ezt magunknak építjük, ezt a fáját tulajdonképpen. És nyilván tetszeni fog biztosan, én úgy gondolom, hogy, hogy ez mindenkinek tetszeni fog, aki kipróbálja. De tényleg az, az nagyon erősen benne van, hogy hát ezt magunknak építjük szinte. Kérdésem van hozzá rögtön, mert, Attila, hogy te csinálod ugye az elektronikai részét, és én tudom, hogy... Ezeket amikor csináljátok, akkor úgy kell csinálni, hogy ha ezt javítani kell, akkor hozzá lehessen férni. Uh -huh. És azért egy szabaduló szoba esetében ez nem mondhatjuk, hogy hatalmas terekkel van lehetőség dolgozni, és könnyen szerelhető szervizalagutakat és egyeveket tudtok uh -huh. kialakítani. Igen. Milyen praktikussági dolgokat próbáltál ilyenkor figyelembe venni, hogy ezek nyilván minél hamarabb, minél gyorsabban és minél hatékonyabban uh -huh. lehessen kicserélni? Hát először is, hogy odaférjek hozzá az elektronikához, ami nem minden esetben valósult meg, de talán ez a legfőbb szempont, hogy, hogy egy, egyáltalán igen, hozzáférjek, mert igazából szinte mindenhol úgy van, hogy dupla fal van. Uh -huh. Van egy, ami eredetileg a pincének a fala, és tőle valamilyen távolságra van egy fal, és amögött van minden. Uh -huh. A mechanikától kezdve az elektronika minden ott van. És hát próbálunk olyan helyeket kialakítani, amik ugye nyilván játékosként nem nyithatóak, de nem is üt el a szobától a végén, hogy most ú, ott most egy szerelőnyilás van, és akkor biztos, hogy izé, nem, az nem passzol vele a játékba, az úgy nem jó. Igyekszünk elrejteni ezeket a dolgokat úgy, hogy azért kompromisszumokkal, de nyilván szerelhető maradjon, mert biztos, hogy szerelni kell előbb-utóbb. Főleg ezen a pályán rengeteg olyan dolog van, ami elromolhat, és hát nyilván ezt tudjuk, hogy ez el is fog a... előbb-utóbb, de... Ez, ez nyilván nem mehet a design rovására, hogy most az szerelhető. Hogy most nyilván egyiket se kényelmes javítani. Persze. De elsődlegesebb, hogy, hogy is mondjam, tehát másodlagos szempont az, hogy mennyire szerelhető. Ilyenkor, amikor készültök egy pályával, akkor hogy csatszoljátok meg azt, hogy hány olyan eszköz kell, ami mondjuk kritikus, tehát ebből most tartani kell valamennyit a raktáron is, hogyha cserélnék, akkor rögtön tudjátok cserélni, tehát, hogy ezt, ezt hogy próbáljátok ilyenkor felmérni. Nyilván ezt mérlegelni kell, hogy melyek azok az eszközök, amiket mindenképpen kell tartanunk, meg melyik az, hogyha jó, de hogy egyáltalán, mert ezt első eltú, részben képzelni, de egyébként nem. Tehát, hogy ezt, ezt hogy csináljátok. Jó részt tapasztalati úton alakul ki szerintem az, hogy mik azok az eszközök, amikben megbízhatunk, és ahol nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy maga az eszköz meg fog hibásodni. Nyilván az a cél, hogy mindenből legyen tartalék, de vannak olyan eszközök, amikor azt mondjuk, hogy jó, most nincsen gásza, nincsen tartalékban, ráérünk rendelni. Viszont vannak olyan eszközök, és ugye ez a gyakorlat során derül ki az, hogy mennyire sérülékeny illetve igazán talán akkor válik majd teljesen, amikor már üzemel a pálya, és látjuk azt, hogy esetleg mik azok a játékos magatartások, vagy mozdulatok, amik előbb-utóbb meghibásos vezethet, így van, illetve még itt azért a környezet, és ami sokat számít nálunk, ugye mi pincében vagyunk és vannak elég erőteljesen párás részei a pincének, ott azért kalkulálni kell azzal, hogy a pár a következményeként lehet, hogy nem feltétlen cserélni kell, de mondjuk milyen mini szervizeket tartani, hogy meg nem megfelelően működik-e. Vannak tartalékeszközeink szinte mindenből. Az, hogy miből kell, az én csak azt tudom mondani, hogy a tapasztalati úton ugye nagyon sok eszköz rendelünk azért Európában, Európából kívülről, ezt így lehet mondani, és ott is sokat számít például az. Sőt, ott talán ez a legfontosabb, hogy megismerjük azt, hogy bizonyos, hát mondanám, hogy gyártó, de belül úgy lehet, hogy nem teljesen az van, mint ami rá van írva, de itt azért mondjuk így az eszközismeret az nagyon sokat számít, hogy fel tudjuk mérni, hogy valószínűleg mennyire lesz megbízható az az eszköz, mert végeredményben azért ez is egy elég meghatározó dolog, hogy mennyire megbízható az adott eszköz. Na most, ami volt ezzel kapcsolatban egy kialakult képünk, azt a Covid ugye felborította egy az egybe, mert erről bele is beszélgettünk, nagyon sok emberrel beszélgettünk, és sokan tapasztalják azt, hogy a, ezek az elektronikai, mikroelektronikai alkatrészek, ezek egyre rosszabb, rosszabb minőségűek, igen, szépen fogalmazva. Ezért itt azért készülni kell arra, és már már készülünk is, hogy nagyon könnyen belefutatunk egy olyan dologba, hogy egy olyan alkatrész, vagy a mikrovezérlésnek egy olyan eszköze hibásodik meg, amire mondjuk nem számítottunk volna uh -huh. korábban. Tehát itt is vannak azért mindig új kihívások, de ez szintén tapasztalati úton hogy dolgoztok egyébként, hogyha valamelyik pályánál bevált valamilyen alkatrész, valamilyen megoldás, azokat mennyire szeretetek újra hasznosítani másik pályákon, vagy igyekszetek ezt inkább elkerülni? Nagyon szeretjük. <gül> <gül> Igen. Hát itt bevált alkatrészként én igazából én ott tudom kiemelni azoknak bármelyik formája, mert ugye azzal programfüggő bármit meg tudsz csinálni. És ahol csak lehet, vagy hát ahol indokolt nyilván, mert most épp találkoztam egy indokolatlan Arduino felhasználással is, amit én öt évvel ezelőtt műveltem, és az is tudom, hogy miért, mert tök analóg módon meg lehet oldani, és biztosabb is, de alapvetően az Arduino az szerintem, ami... Igen, meg az, hogy ugye egy adott feladatnál, egy adott pályán valamilyen technikai megoldást használtunk, az nem jelenti azt, hogy nem fogjuk használni a következő pályán, mert ugye minden attól függ, hogy milyen feladat épül rá, és lehet, hogy azt mondom, hogy van egy adott technológia, amit használom, vagy egy technikai megvalósítás, mondjuk így, azt lehet, hogy 3-4-5 különböző helyen használjuk, és a felhasználó, illetve a játékos számára mondjuk nem egy derül ki az, hogy halló, az azonos élmény. így van, mert, mert különböző élmény, más jellegű feladat, más a logikája, máshogy kell megoldani, és azért, ami egyszer bevált, ahhoz nagyon szeretünk visszanyúlni, mert a számunkra is értelemszerűen ad egy biztonságérzetet. Ezt nem, nem hátsó szándék nélkül kérdeztem, mert a beszélgetésünk során igyekeztem pont figyelni az összes olyan paraméterre, amit amikor telepítőkkel beszélgetek, mik hoznak el, és. Totál ugyanezeket hozzák elő, tehát hogy azért hozom elő, mert ugyanez a legózás történik ott is ugyanígy élmény felmérésétől, egyet az ötleteléstől, a, a elképzelés letisztulásán keresztül, a megvalósításnak a különböző fázisain hogyan tartalékoljunk eszközöket, milyen eszközöket használjunk és még mindig nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nem, nem említünk konkrétumokat, de hogy például egy olyan dolog, hogyha mondjuk egy ledvezérlésnél látod, hogy, hogy ez egyébként úgy tűnt, hogy jó, és egyébként más esetben működőképes és hasonló, de amikor mi használjuk, akkor rájövünk, hogy lehet, hogy azt éppen úgy nem lehetne, aztán utána találsz rá egy, egy másik megoldást, amivel meg, meg így működik, és nem szívsz tovább, az olyan nagyon jó érzés az embernek, hogy ezt is megcsináltam. És azt látom, hogy itt is, itt is, igaz egyébként ez, hogy, hogy az az öröm, amit az, a, tehát az alkotás öröme az mindig előjön, mert ugye minden pálya más, minden otthon más, ugyanez igaz. Meg ahogy mondod, mondtad, hogy látjátok, hogy kijön a, a felhasználó a, 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 szobából, és, és, és rá van írva az arcára az, hogy most neki ez tetszett, nem tetszett és hasonló, és ez alapján lehet formálni a dolgokat, ez nyilván okos otthon esetében is ugyanígy van. Most bocsánat, hogy folyamatosan ezt hozom elő, de nekem annyira adott most már ez az analógia, hogy a kettő mennyire hasonlít. Úgyhogy a, a következő kérdésem, hogy mikor fogtok előjönni egy szabaduló szóval, szoftverrel vagy hasonlóval. <laughs> Nem, azért az... Vagy az... egy könyvet írnátok erről például. Ja, nagyon sokan írtak már könyveket erről, akik nálunk nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, illetve van sok uh, a szoftver is. Vannak kifejezett cégek, akik erre csüccsentek rá, uh -huh. hogy uh, kész szoftvereket, illetve eszközöket árulnak szabadolószobák számára. Ugye ott gyakorlatilag ugyanarról van szó, amit mi is saját magunkkal, által megtapasztaltunk, hogy kialakulnak azok a dobozolható megoldások, amik egy-egy feladattípus esetén felhasználhatók, és akkor az úgy megvásárolható, ami egyébként egy tök jó dolog. Szóval vannak ilyen szoftverek, én ebbe az irányban nem feltétlen mennék el, és nincsen olyan vágyam, hogy, hogy, hogy készítsünk mm. valamit. Egyrészt mert ezek elérhetők, másrészt meg azért ez egy teljesen más, más irány, mint amit most mi csinálunk kvázi felhasználóként. A Duit yourself nem mozdulnátok el a céges dobozos megoldásokig. Nem. Uh -huh. Olyan, olyan elemi szinten nem. Uh -huh. Semmiképp. Mert ott azért tényleg akkor adunk egy szoftvert, meg egy szoftvernek a fejlesztése azért az nem egy olyan egyszerű történet. Ott utána akkor nyilván szaportot kell biztosítani, verziókat kiadni, nyomon követni, mi egymás akkor már, ha ilyen jellegű dologról van szó, akkor inkább az open source irányba mozdulnék el, és kialakítani egy olyan közösséget, mint amilyen mondjuk a Home Assistantnál is van az azt szerintem egy tök jó dolog, meg az egy nagyon nagy eleje a home assistantnak, hogy ennyire dinamikusan fejlődik is, és van tere, legalábbis, amit én tapasztaltam, adnak teret arra, hogy a végfelhasználók, illetve a, a fejlesztők tapasztalatait is meghallgassák és integrálják a későbbi verziókba. Az, hogy mondjuk dobozos, szabadulószoba megoldásokat megoldások árusítással foglalkozni, vagy akár megrendelésre ilyeneket készíteni, az egy, az egy másik, másik téma. Az egy másik téma. Na mesé, mik a terveitek egyébként? Befejezzük a hotelt. Ugye viszonylag ügyesen ki az alól a kérdés alól, hogy tulajdonképpen hány százalékon áll most, hogy a hotel, ne, nyilván az évek maga rutin azért mögöttünk van. Nem gondolom azt, hogy túlságosan optimista becsés lenne, azt mondanám, hogy egy olyan 80-85% ahol most állunk, uh -huh. és ez nyilván nem lineáris. Tehát De, mondjuk igen. az elmúlt egy hónapban mondjuk egy 15-20%-ot ugrottunk például, mert vannak olyan kritikus pontok a játékban, ami technikai szempontból egy nagy kihívás, és ha utána megvan, akkor onnantól gyakorlatilag nagyon gyorsan lehet már haladni. Az egy olyan pont, ami mondjuk stopolja, egy adott ágnak mondjuk a, az építését, de hogyha az megvan, akkor onnantól igazából idő kérdése és alacsony rizikó feladatok sorozata jön egymás után. Tehát a cél mindenféleképpen az, hogy befejezzük a hotelt első körben, utána megünnepeljük, hogy befejezzük a hotelt, illetve természetesen ott kezdődik azért csak igazán a hotelnek az élete. Az első egy-két hónap az, az biztosan abból fog szólni hogy csapatok általi visszajelzések, tapasztalatok beépítése a játékba, a játékmenetbe, technikai szempontból olyan plusz dolgoknak a beépítése vagy, vagy finom hangolása, ami, ami egyszerűen csak akkor jön ki, hogyha ha napról napra napi 6-8 csapat folyamatosan gyűri, gyalázza, és a legkreatívabbnál kreatív módon próbálják Meg megoldani a feladatokat, igen, vagy adott esetben elpusztítani tehát ott azért lesz egy, -egy két hónapos nyomonkövetési szakasz, de az már azért nem lesz, nem lesz annyira, annyira, intenzív a terveink szerint. Hogy utána mi lesz, az majd kiderül, tervek vannak, rengeteg, nyilván, különböző kooperációk, különböző lehetőségek, Mindenféleképpen szeretnénk azért egy, egy olyan irányba elmozdulni, a jövő évben, vagy a jövő évtől, ami arról szól, hogy megrendelésre készíteni nem feltétlen komplett szabaduló hanem magát a szabadulószobát, mint eszközt felhasználni egy adott cél elérése érdekében, úgymond alkalmazott szabadulószobákkal uh -huh. foglalkozni. Ezt nagyon örülök, hogy említetted, mert nem olyan régen volt itt a felvétel előtt a kutatók éjszakája, és itt ti a Szegedi Jogi Karon csináltatok egy. Remekbe szabadult feladatot. Már csak azért is tudom, hogy remekbe mi nem jutottunk el odáig, mert egyszerűen olyan gyorsan beteltek a helyek, tehát hogy a, 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 hely, a helyfoglalás olyan szinten durván betöltötte a, a részt, hogy ha erről szabadna mesélnetek egy kicsit, itt mi volt a kihívás, és hogyan valósítottátok meg? Lehet mesélni, persze. Itt maga a, a jogi kar irányából, illetve Fobong Ergőn keresztül a osztásunkat. amit köszönjük szépen is. Köszönjük szépen ezúton is. Érkezett egy megkeresés, hogy csináltak, vagy készítettek YouTube-ra egy videósorozatot, aminek a célja az az, hogy az általános jogi mítoszokat, téfiteket eloszlassák. És ennek a, ennek a videósorozatnak a kiadás vagy a megjelenése az augusztus-szeptember környékén történt, bűnös mítoszok névvel, egyébként ajánlom, mert borzasztó érdekes dolgok vannak benne, két-három perces könnyen emészthető videók, és tényleg olyan dolgok, amiket nem gondolt volna az ember, vagy valahogy gondolt, de kiderült, hogy valójában rosszul. rosszul. Igen, és ennek, a, ennek az ívnek, vagy ennek a sorozatnak a lezárása, mérföldköve, kicsúcsosodása, volt az, amit ők a kutatók éjszakáján szerettek volna. Nem nagyon volt konkrét elképzelésük, hogy mit szeretnének. Annyi volt, hogy valahogy kapcsolódjon a bűnös mítoszok védősorozathoz, és valamilyen módon interaktív legyen, tehát bevonja azért a látogatókat, az érdeklődőket. Így jutottak el végül hozzánk, illetve itt ezen a ponton csatlakoztunk mibe ebbe a történetbe. Amit kihívás volt az elején, igazán az az, hogy ne elsősorban a logikai feladványokon legyen a hangsúly, hanem azon, hogy valamilyen módon próbálják meg átadni azt a tudást, vagy csak azt a tudásnak egy részét, ami a bűnös mitaszok videósorozatban megjelenik. Egy pici betekintést engedni a jogi világba, hogy hogyan is működnek ott a dolgok, és felkelteni a játékosok figyelmét, mert volt egy olyan vonulata ennek az egésznek, hogy nem rejtett szándékkal a középiskolásokat igyekezték meg bevonzani, vagy becsatornázni, hogy jelentkezzenek a jogi kar képzéseire. Itt tehát a nehézség az az volt, hogy valahogy át tudjuk adni ezt az információt, illetve az élmény is olyan legyen, hogy tanulnak vele, kicsit belelátnak, de mégis, mégis egy, egy, egy koherens játékról van szó. Nyilván itt sem lehetett azért egy 60 perces játékot játszani, ez egy végül 20 és 30 perc közötti játék lett, ahol van egy masszív narratíva, és az kíséri végig gyakorlatilag egy eseten a játékosokat, egy interaktív esettanulmányról van szó, így neveztük el, ami megész jól jellemzi. Tehát nem is szabaduló szobának apostrofáltuk már, mert ez nem egy szabaduló szoba, még annyira sem, mint például a, az okos otthonos Madame Nova rejtéje, hanem tényleg ez egy, egy, egy interaktív játék. Uh -huh. Na és ez volt a kihívás, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani úgy, hogy meglegyen a játékelmény, de valami plusz információval is tudjanak a végén kilépni a játékot követően. Ezt a játékot egyébként hogy terveztétek? Egyszer le lehet játszani, és aztán kész? Vagy ezt lehet esetleg újra reprodukálni valamikor? hogyha ezt még egyszer le akarnák játszatni a játékosokkal, mármint nem ugyan ezekkel, nem másik játékosokkal. Igen, itt az egy nagyon fontos szempont volt, hogy egy olyan játékot alkossunk, amit ők később tudnak vinni. Ugye, ha már a középiskolások bevonzása cél, uh -huh. akkor például a, a nyílt napra uh -huh. el lehessen vinni, vagy akár az edukáció kiállításra uh -huh. Pestre. Tehát mindenféleképpen egy mobilis, könnyen összerakható, gyorsan összerakható játékról van szó amit össze lehet rakni, komolyabb technikai tudás nélkül is. Uh -huh. Ott ugye összehasonlítva mondjuk a Madame Navasokos otthon megoldással, ott azért mi károkozástunk azzal, hogy ott mindenféleképpen van egy olyan szakember, aki az összeállításban képben van a, a, az architektúrájával, az infrastruktúrájával, magának a játéknak. Itt mindenféleképpen úgy szerettük volna ezt megvalósítani, hogy a lehető leggyorsabban, legkönnyebben, legegyszerűbben, a legkevesebb szakmai tudás, Birtokában is össze lehessen rakni, és bárhova vinni. Gyakorlatilag. Ez, ennél a játéknál, hogy van most a játékmester, egy dedikált játékmester, vagy szét vannak szórva a pontokon, és ott ott vannak játékmesterek. Tehát, hogy, hogy mennyire emberigényes egyébként maga a játéküzemeltetése. Egy emberre uh -huh. szükség van mindenféleképpen, aki ismerteti a játék történetét, és utána természetesen azért az mindig jó, hogyha valaki ilyen követi a játékot, bármikor beüt a krach, vagy kérdés merül fel, vagy elakadna a csapat, akkor azért ő ott van és tud segíteni. Nyilván igyekeztünk úgy kialakítani a feladatokat és a játék dinamikát, hogy minél kevesebb szükség legyen erre, Juh. de ez mindig elkerülhetetlen, illetve a tapasztalat, illetve hát nem csak a tapasztalat, hanem az elv, és az a mi részünkről, hogy mindenféleképpen jó hajáték játék végén, van egy húsvér élő személy, akivel de. tudnak beszélni a végén, meg tudják osztani vele az élményüket, mégiscsak sokkal ebberibé válik a játék. De egyetlen egy fő bőven elegendő, aki lehet az, aki összeállítja, és a végén összepakolja ezt a játékot. Fizikailag egyébként úgy néz ki, hogy négy különböző asztalra van szükség, gyakorlatilag egy ilyen iskolapadra, annál nagyon mérete nincsen szükség illetve plusz egy ötödikre, és kvázi négy állomáson zajlik maga a játék, négy úgymond jelenet zajlik, és ahogy halad elő a narratíva, jelenetről jelenetre haladnak a játékosok. Ha a hallgatók meg szeretnének benneteket látogatni, akkor hova menjenek, illetve mondjatok először egy honlapot, ahol egyáltalán rólatok tudnak valami információt szerezni az exitgame.hu oldalon megtalálják a szobákat, azok legfontosabb paramétereit, illetve ott a honlapon tudnak foglalni is, de Facebookon is megtalálnak minket, és a kapcsolatba szeretnének lépni velünk, akkor akár Facebook üzenetben, akár telefonon, akár e-mailen az infókukat az exitgame.hu oldalra, akár a füstjelekkel, bármilyen csatornán várjuk a kérdéseket, és szívesen válaszolunk és válaszolunk is. Nyilván, úgyhogy nem csak a szegedieknek szól, hanem hogyha bárki ellátogatna Szeged városába, akkor mindenképpen érdemes elmenni a Tiszalajos körútra és benézni hozzátok, hiszen hihetetlen élményekkel távozhat igazából minden korosztály, én úgy gondolom, mert, mert ebben van, van, tapasztalatotok, hogy mindenkit mosolyért tudtok csalni. Hát köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velünk, és remélhetőleg hamarosan újra fogunk beszélgetni majd hasonló okos otthonos témákról, mert mint láttátok, rengeteg átfedés van a két téma között. Kedves hallgató, ha kérdése lenne le a srácokhoz, akkor az ottani megadott elérhetőségeiken, amely egyébként megtalálható a Sónócban, fel tudjátok őket keresni, meg természetesen, ha hozzánk eljuttatjátok a véleményeteket, kérdéseteket, akkor a srácoknak továbbítani fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, találkozunk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok, köszönjük a meghívást, köszönjük, sziasztok! Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalon.